Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 8-áig, hétfő. A hétfői nap felett a hold uralkodik. Megnézzük, hogy milyen az energia, vagy hogy mi történik a hétfői napon. Mire számíthatunk? A halak jelentik a pénzt. Tehát itt anyagiakról van szó. Lehet, hogy pénzt kapsz, vagy rendezed az anyagi dolgokat. Amit a halak még jelentenek, a belső értékek, hogy te értékes vagy számára, vagy olyan dolgokat szeretnél megtartani, ami számodra értékes. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, itt van Mars bolygó szimbóluma, és mi várható kedden? Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt látható, te irányítod az eseményeket, vagy mások észrevesznek téged, vagy ő akar találkozni veled. De elképzelhető az is, hogy itt egy hölgyről van szó, aki meglátogat téged, akivel csevegsz például a keddi napon. Szerdán Merkur bolygó uralkodik, itt van Merkur bolygó szimbóluma. Mi várható szerdán? Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot. Itt tisztázódik valami, amit ez a kártya még jelenthet, ezek a szexuális témák. Lehet, hogy nála vannak ilyen elképzelések, és így közeledik hozzád. Csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik. Itt a horgony jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tudtok horgonyozni. Ez lehet a párkapcsolat. Amit ez a kártya még szimbolizál, ez a munkahely vagy a hivatás, hogy ott lehetnek változások. Pénteken Vénusz bolygó uralkodik. Pénteken fél hold van, és fél holdnál mindig van egy ilyen belső feszültség, valami hiányzik, hiányzik a kiegyensúlyozottság. És mi történik pénteken? Itt a park jelentheti a természetet. Ha tényleg valami zavar téged, akkor az jót tesz, ha kimész, sétálgatsz egy kicsit. A park azt is jelentheti, hogy valakivel találkozol a nyilvánosságon, vagy hogy mások észrevesznek téged. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik. Mi várható szombaton? A madarak jelentik a könnyűséget, az éneklést, a zenét, a mozgást, a táncot, de utalhatnak beszélgetésekre is. Itt középen van a nap szimbóluma, és a nap uralkodik vasárnap felett. Mi várható vasárnap? Itt látható a torony, és ennek a toronynak több jelentősége is van. Azt is jelentheti, hogy te szeretnél valamit megnagyobbítani, vagy találkozol valakivel, aki magas és vékony, sovány. A torony jelenthet egy nagyvárost is, vagy a torony jelenthet hivatalos dolgokat, bírósági ügyet, holott én nem hiszem, hogy vasárnap onnan jelentkeznek, hanem én úgy gondolom, hogy itt szeretnél ugyan valamit megnagyobbítani, kiépíteni, de még fogva érzed magad ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus, kell egy kiút, kell egy megoldás. És ez a feszültség, ha magadat ebben a toronyban érzed, ez lehet a félelem is. Félsz egy új kezdettől például.
akkor tedd át magad ezeken a félelmeken. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!